szemetet a szeméttárolóba. Üríteni pedig rendszeresen kell azokat, amelyeket Sárospatakon is a ZHK Kft. Végez el. A járatok után azonban több alkalommal is szemét marad gazdátlanul. Pontosabban a helyi kommunális szervezet feltakarítja a szemetet, majd saját telephelyére szállítja, ahonnan újra elviszi a szolgáltató a szemetet. Az elmúlt időszakban azonban egy sokkal kellemetlenebb, ráadásul egészségügyi kockázattal is járó probléma merült fel a városban, ami kapcsán egyeztetést kezdeményezett a szolgáltatóval az önkormányzat. A nyári nagy melegben és a különböző gyümölcsök, amik a kukába kerülnek, gyümölcs hulladékok, természetesen levet eresztenek, ez a lé a szeméttel együtt bekerül az autóba, és ahogy bekerült az autóba, ez ki is folyt. Na most nem pici mennyiségekről van szó, hanem nagyon nagy mennyiségben, tócsákba folyt ki ez a fertőző lé az autóból. Arról, hogy miért kerül ki az utcára a szennyes lé, amatőr videófelvétel is készült. Folyik bizony. Oda néz. Hát az az eleresztő. Az lehet. Ez a fajta bűzzel járó szennylé főként a pénteki szállítási napon kerül ki az utcákra. A városvezetés egyeztetve a szemétszállító társasággal a kommunális szervezetet kérte fel, hogy igyekezzen orvosolni a problémát. Az igazgató azt mondja, ők ilyenfajta feladatra nincsenek berendezkedve, de lehetőségeikhez mérten igyekeznek kezelni a helyzetet. Ehhez mi a saját technológiánkkal összesen annyit tudunk tenni, hogy kivonulunk. A kukából kiürülő szemetnek a szilárd részét összeseperjük, elhelyezzük. Ezt követően fertőtlenítőszerrel feloldjuk a dolgot, és vízlocsolásával igyekszünk a csapadéki vezető csatornákba ezt eljuttatni, hogy azt a förtelmes bűzt, mert nem lehet egyéb módon minősíteni, meg tudjuk szüntetni. A ZHK Kft.-vel való egyeztetés során elhangzott, egy uniós pályázatból új járműveket szerez be a társaság. Ezek a gépek alkalmasak lesznek a tároló edények mosására is, így a szolgáltató szerint jövőre már nem kell ilyenfajta problémával, kellemetlenséggel szembesülnie a lakosságnak.